vendégeink, szeretettel köszöntöm Önöket az idei KOP Skrapski díjátadó ünnepségen. A díj a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom alapítóiról, KOP Máriáról és Skrapski Árpádról a KOP Skrapski díj elnevezést kapta. A díjat olyan személy kaphatja, aki a kíván gyermekek megszületéséért, a családok boldogulásáért, a támogató közösségek létrehozásáért, a nemzet lelki egészségéért éveken át példamutató, hiteles tevékenységet folytattak. Egyéni, házaspár és idén először tudományos kategóriában került a díj meghirdetése. Nagyon sok területről érkeznek folyamatos jelölések, és látjuk azt, hogy nagyon sok rétű módon kifejeződhet az a közös cél, amit mi is rendszeresen a zászlónkra tűzünk. Azt látjuk, hogy vannak olyan jelöltek, és vannak olyan tevékenységek, amelyeknek a fénye, ha úgy tetszik, messzebbről látszik, és többen ismerik, többen tudnak róla, és vannak olyan tevékenységek, megmozdulások, jó szolgálatok, amelyik csak a szűkebb közösségben világít, de világít, és ez a lényeg. Ez az ötödik alkalom, hogy átadjuk a KOP Skrapski díjakat. A zsűrinek mindig rettentő nehéz dolga van, igazából Önök között nem lehet választani, tehát egyik jobb, mint a másik, nincs kategóriáján belül jobb, rosszabb, de hát mégis ugye valakit ki kell hozni díjazottnak, úgyhogy aki kapja a díjat, az ugyanúgy érezze magát, mint a jelöltek, és aki jelölt, ugyanúgy érezze magát a végén, mint a díjazott, ezt kérem. Kezdetektől fogva fontos szerepet tölt be a cég életében a társadalmi célok támogatása. Számunkra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy idén első alkalommal a KOP Skrapski tudományos díj kategóriát, ugye a Richter támogatásával sikerül átadni a mai napon a jelölteknek. Köszönjük szépen! A 35 év alatti kategóriában a közönség díját kapja Mesterházi Helga. A zsűri által díjazott 35 év alatti kategóriában a díjat kapja dr. Schwab Reponi Felícia. Tényleg nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezek között, a jelöltek között lehetek, mint Önök, illetve köszönöm szépen ezt az elismerést is, és bízom abban, hogy a következő években is egyre több jelölt kaphat hasonló elismerést, és egyre több olyan mozgalom, vagy olyan jelölt is részt vehet ebben a díjban, akik akár hozzám hasonlóan nem feltétlen a legnagyobb közönséghez tudnak eljutni, de mégis hétköznapi hősként tudnak élni az ő közegükben. Köszönöm szépen! És akkor most következzék a 35 év feletti kategóriában a közönségdíj, aki kapja a dr. Balogh Lívia. És a zsűri által díjazott kategóriában a megegyező pontok miatt megosztva kapják dr. Túri Ferenc és dr. Pongrácz Attila. Köszönöm.
három dolog jutott eszembe, hogy kiknek tartozunk köszönettel, nem csak jelöltek, díjazottak, hanem te mindjárt, akik ebbe a mondhatom közösségbe részt vesznek. Én személy szerint a következő módon tudom megfogalmazni, egyrészt a Jóistennek, illetve a családomnak, aki időt kaptam arra, hogy egyáltalán bármivel is foglalkozzam, és azon belül mondjuk a családokat érintő témákkal. A második, akinek köszönettel tartozom, az az egyetemi közösség, vagy az a felsőoktatási tudományos közösség, amelyben több mint 20 éve tevékenykedem. A harmadik pedig köszönettel természetesen a három királyfi, három királyné mozgalomnak, illetve a Richter Gedeonnak, akik ezt a témát, hogy család és tudomány fókuszba helyezik. Ez az elkötelezettség, hogy egy ilyen díjban valamilyen módon részesült, nyilván megadta a következő 50-100 évre a feladatot, igyekszünk helytállni. Köszönöm szépen. Közönség szavazat alapján 2021-ben a Kopp Skrapski díjat elnyerő házaspár Kis Verus és Csáki Gergő. A zsűri döntése alapján pedig 2021-ben a Kopp Skrapski díjat elnyerő házaspár Nagy Kálózi Eszter és Rudolf Péter színművészek. A feleségem dolgozik, amíg én itt örömmel átveszem a díjat. Természetesen a mi helyzetünkben szinte zavarban is vagyok, megmondom őszintén, mert nagyon nehezen fölöncsíphető, bár pont a Covid megmutatta, hogy mennyire fontos a színház és általában a művészet az embernek, a mentálhigiéniás szempontokat figyelembe véve, de mégis itt olyan komoly tudományos munkát és olyan egyértelműen tisztán látható segítséget nyújtanak a világnak az előttünk megszólítottak, díjazottak és jelöltek, hogy az ember némileg zavarban van, hogy ezt a különös, még némi bohémsággal űzött, de megszállott tevékenységet is díjazták, úgyhogy köszönöm a szakmám nevében is, és megtiszteltetés ilyen szakemberekkel és ennyi segítőkész emberrel egy légtérben lenni. Úgyhogy köszönöm szépen a díjat a feleségem nevében is. Az egyéni díjak átadása következik. Az egyéni kategóriában a közönség díját kapja Sipos József református lelkész. Köszönöm az Úristennek, hogy elhívott erre a szolgálatra, feleségemnek, aki
mindenben mellettem van családomnak, aki támogat, 4 lánygyerekes apaként. 19,5 évesen nősültem, úgyhogy kapcsolódok a témához, és tudnék bátorítani minden fiatalt, hogy vágjon bele, alapítson családot, először ezt keresse, és ne a karriert. És a gyerekek pedig, akikért mi minden nap küzdünk, vannak köztük olyanok, akik biztos, hogy nem kívántak, olyanok is vannak, akik legalább megszülnek, és még ha ott is hagyják őket a kórházba, de legalább megszülik, és esélyt adnak az életre nekik. És továbbra is én is azt tudom mondani, hogy nekünk is jó sok időre ad munkát és feladatot, hogy gondoltak ránk, bíznak bennünk, és fogjuk tovább csinálni, ahogy az Isten erőt ad rá. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Az egyéni kategóriában a zsűri szavazatai alapján a díjat kapja a Pál Ferenc Feri atya. Jól esett hallani és hallgatni ezt a számtalan jót, amit ti csináltok. Egyszerűen jól esett egyre inkább közöttetek lennem, és azután jól esik ehhez a mozgalomhoz kapcsolódni. Olyan fölszabadító, hogy az, amit ti a zászlótokra tűztetek, hogy a kívánt gyerekek szülessenek meg, hogy ehhez annyira önfeledten mindenféle probléma és föntartás nélkül lehet kapcsolódni. Nagyon hálás lehetek mindenkinek, aki egy picit is segített abban, hogy valamiféle határozottsággal, de szelídséggel, mindenféle erőszak nélkül próbáljunk azok mellé állni, akiknek nagyszerű vágyaik vannak. És ezeket a nagyszerű vágyaikat, mint a gyerekek, a házasság, a család, a boldogság, szeretnék úgy megvalósítani, hogy azzal mindenki másnak is jót tegyenek. Nagyon szépen köszönöm az elismerést. A napi munkánk során, és egyáltalán az életünk során soha nem gondoltam volna, hogy valaki figyel bennünket. Valaki figyel biztosan. De itt a Földön is figyelik azt, hogy mit csinálunk. És ez egy fantasztikus elismerés, megtisztelnek. Én nem gondoltam soha ilyenre, hogy valaki ennyire komolyan veszi azt, amit csinálunk rajtunk kívül. Köszönöm szépen!